Sziasztok srácok, visszatértem egy újabb videóval, amint látjátok egy viszonylag idézőjelben különleges járművet hoztam nektek, ez már nem más, mint a Calliope. Igazából annyi volt, hogy ma beléptem a játékba, forgattam, és ezt a járművet forgatta ki nekem egy órás használatra, úgyhogy hát nem volt más választásom, mint hogy bejöjjek vele a csatába, és megnézzük, hogy mégis mit tud. Aztán majd kiderül, mert igazából azért egy eléggé sebezhető járműről van szó, méghozzá olyan szinten, hogyha valaki fönn a rakétákat meglövi repesszel, tehát ha előszerrel, akkor elméleti síkon én azonnal elpukkanok, úgyhogy majd ki fog derülni, hogy mit hoz. Nem mondott komolyan, hogy van egy közlekedési lámpa Pollenden. Mi az Isten? Ez egy... ott is! Srácok, ez eddig nem volt itt! Na, ez újdonság számomra. Nos! Nézzük is akkor a kis csoda járművünket. Én megállok ide, de csak azért, mert nem tudom miért. Mert úgy gondolom, hogy most itt meg akarok állni. Persze, gyere nekem kis pajtás. Úgy van, gyere nekem, lökjél ki mindenhova. Így van, gyere nekem szépen, gyere, így van, gyere csak. És akkor oda lövünk egyet. Ez egy M10-es, ez meg... Nézzétek meg ezt a nyomorékot. Oda néz. Te normális vagy, jó ember? Te normális vagy? Löksz ki mindenki elé, és ott meg egy M10-es. Na látod, ennyi eszed van, te jó ember. Azt se látod, hogy ott van egy tank. Na cseréljünk lőszert, mert közben ágyúval is tudunk mi lőni. Battle ratingünk az 4-3, ne foglalkozzunk az idiótákkal, mennyi nem megüllem. Köszönöm szépen. Szóval, ágyúval is tudunk lőni, úgyhogy meg is fogjuk próbálni ezt most. Csak egy hit. Yeah! Ennyit a rakétáról. Meg is oldotta a problémánkat, srácok. Kicsapta, mint a büdös szar. Na. Szánt szándékkal nem mentem közel a ponthoz. Próbálok itt fedezékből lövöldözni, megmondom őszintén, de mint látom, ők már bemennek a kis utcába. Ez egy árkád meccs. Mondjuk a rakétákkal nem feltétlen vagyunk előnyben az árkád meccsben sem, mert azért azzal célozni szerintem nem annyira egyszerű, főleg, hogyha mondjuk nem... Főleg, ha mondjuk nem vagy rutinos egy adott tankkal, már pedig én ezzel nem vagyok rutinos, mert ugye... Mondjuk ki nyugodtan, most játszom bele először. Na, keressünk ellenfeleket. Mert aprítani kéne. Mögöttünk semmi. Már mindjárt lesznek mögöttünk is szerintem már. Hú, srácok, nem tudom hova menjek, fogalmam nincsen. Próbálnék minden jobbakat csinálni. Csak nézd meg ezt nyomogatja a másik emberünket is. Szenzációs ez a csávó, hallod? Szenzációs. Yeah! Stugi-stugi-stugica! Nem menjétek sehova! Jó, hát igazából belőtt, mint a büdös szar, persze, hogy belőtt. De semmi gond, kettő ember kicsaptunk, srácok. És azért az nem volt rossz. És azért az nem volt rossz! Van még egy csomó rakétánk. Neshorn! Oh my fucking god, jövök segítek, tesó! Jövök segítek, tesó! Jövök, segítek, itt vagyok. Mögöttünk mi a helyzet? Mögöttünk szar a helyzet, meg a saját artimba jövök belefele. Belefele, fele, bele, jó, előtte magát. Ennyi. Ez is ki van csapva. Hát 3 kill-el vagyunk a meccs elején, az azt jelenti, hogy a csapattársak azért nincsenek a helyzet magaslatán, úgy vélem. Egyik pont sem a milyenkét, de most nem is érdekel. Most engem az érdekel, hogy minél több tankot ki tudjunk csapni a Calliope-unkkal. Remélem, hogy jól mondom. Ha nem jól mondom, akkor bocsássátok, mert nekem ez van, igazán nem feltétlen vagyok perfectly you angolból. Na, a bén vannak a 100, ez az, 3 isgen. Menj szépen előre. Azért te elég, akkor doboz vagy a csém. Hoppá, megakadt a játék. Igen, volt egy kis gondom, nagyon remélem, hogy nem fog kilépni.
és frissítettem a videókártya driveremet, hogy valami hasonló dolgot tegnap, és nem igazán akart az igazságot, játék közben kilépett minden, úgyhogy nem is tudtam nagyon videózni tegnap a folyamán, nagyon remélem, hogy most ezt nem fogja eljátszani, ugyanis T-34. Yeah, csak hit. Nem baj, F2-es. Nem tudtuk, rengeteg rakétánk van még. Az a helyzet, hogy nem igazán tudom, hol van. Ó, két pontom ilyen ki, na hát akkor most már csak ügyeskedni kéne. Mert szerintem nem állunk rosszul. Ó, mind a szar úgy elfingatták azt az F2-est ott. Rendben van, ez a csávó kiszállhatna innen a tankjában, megmondom őszintén, mert nekem szerintem ez út... Ojaj! Ez nekem útban van ez a tank. Van még egy sor rakétánk. Oké, gyere ide ki elém, légy szíves, téged fókuszáljanak, gyere csak. Te vagy az, aki az meccs elején is már bosszantott minket. Ajaj. Ajaj. Ez nekünk nem olyan jó, srácok, és tolatok, és nem tudok eléggé tolatni, föl fogunk robbanni. Menj kicsim. Azt a büdös mindenit, hát nem tudtuk ezt megoldani, semmi gond. Azért pár tankot kicsaptunk így is. De van backup vehiclünk rá. Hát akkor szaladjunk vele. Nagyon rendes ez a rendszer, hogy kisorsolta nekem a tankot, plusz adott rá 4 backup vehicle. Azért ez eléggé nagy segítség így bemutatni a tankot. Á, srácok, ez nagyon komoly ez a cucc. 3 kill, ezre ez. Nem állunk rosszul vele. Egész jó kis cucc ez. Csak a rakétával nehéz célozni. Tehát, hogyha az menne, tehát úgymond rutinosabb lennék benne. Rutinosabb lennék benne, akkor sokkal több tankot ki tudnánk csapatni vele. Hát repülőről ülni nagyon meg se próbálok volna, mert szerintem az aztán egy nehéz feladat. Találj már úgy vele egy mozgó repülőt, hogy számold meg, hogy hova fog érni, meg hol fog jönni. Azért az nem egy leányálom. Vegyünk be a B-pontra. Csak valami kis kerüléssel kéne, mert itt, ahogy látom, kilőtték a csapattársamat. Úgyhogy veszik bugi. De hogy hozok be bombázót, nekem most a rakéták kellene. De a rakéta az Isten! A rakéta az Isten! Á, de! Muszáj behoznom. Muszáj behoznom egyet. Oppá! Aha, közben arra a gombra, amire van téve a bombázó behozás, úgy látom, hogy azon a gombon van a rakéta elengedés is. Muszáj behoznom, srácok, mert foglalják a pontokat nagyon. Nincs más választásom, rá kell repülnöm a célre. Azt leszeditek? Szedjétek le a jakot! Szedd le a jakot! Ajaj, itt baj lesz, itt baj lesz, itt bizony baj lesz. Úgyhogy lehet rángatni a gépet ezerre. Áh! Sajnos nem, leszedett, mire odaértem volna. Jó, leszedtük. Attól függetlenül lőtt, csak már sajnos későn. Azzal már mit se érek. M4A2 kint a túloldalt. És ez honnan lőtte ki a csapattársamat? Aha. Ott van egy M4. Más nincs itt, ha kijövök. Más annyira nincs. Gyere, tesó! Kaptál egy hitet, de az csak egy hit. Az nekünk kevés. Kill assist. Rengeteg rakétánk van, még szét kéne izélni. Szét kéne szórni vele a pályát, attól félek, hogy én bemegyek ide, akkor engem ki fognak csapni, mint a büdös szar. De muszáj bemennem, szerintem meg kell védenem az át. Á. Célre megy kettő. Vagyis, hogy egy cucc. Ez egy kávé egyes.
Hát a KV1-est azért nem akarja kivinni. Azért az eléggé jó páncélozott cucc ezek szerint. Hogy a kis rakétám nem akarja kivinni. Hát igen, ennyi voltam. Az M10-es az megtalált magának. Úgyhogy ha nem szerelek meg gyorsan, akkor kilőnek. Kilőttek. Kár volt kijönni, de semmi gond. Aki nem mer, az nem nyer. Hát most már tudjuk, hogy a KV1-es az... az sajnos kevés. Vagyis, hogy nem kevés, az sok. Az nekünk sajnos sok. Azt kicsapni nem fogjuk tudni. Látom, hogy a csapatunkat azt lenúbozták. Hát ez van, fiúk, hát most mit tudok, mit tudsz vele csinálni? Mindig nyerni nem lehet. És konkrétan ez a tank is, ami itt volt, ez konkrétan engem oldalba lőtt. Effektíve senki nem célozta a rakétákat konkrétan. Hát jó, hát ide kiállhatok, de ennek annyira nincs már értelme visszajönni ebbe a csatába. Srácok, hogy ez valami fantasztikus. Ott megy lende. Mit érünk mi azzal? Ott van. Nekem az a lényeg, hogy három tankot kicsapott a rakéta. Úgyhogy lényegében élhető cucc ez. Ez egy élhető cucc, csak tudni kell vele játszani. Ennyi. Na, elvesztettük a csatát, de ettől függetlenül a rakétákat meg tudtuk mutatni, hogy mire is jó. Oké, srácok, visszajöttünk, mint mindig a Calliope. Megyünk a C-re. Az a helyzet, hogy ezzel a tankkal bujkálni, öcsém, ezzel nem egyszerű, mert a rakéta így is úgy is kilóg a domb mögül. Hiába akarok én elbújni. A rakéta az biztos, hogy kint lesz. Váltsunk egy lőszert. Úgy, legyen benne a robbanós, hogyha lőni kéne. Betettem ugye egy slotra a tankot, hogy tudjak vele játszani, ez ugye nem volt nagy összeg, ez 10.000 lionba került, ezt igazából egy csat alatt simán összelövitek, viszont nem kvalifikáltam fel. Tehát, hogy full alap a legénység rajta, mert úgy gondoltam, hogy arra viszont mondjuk egy 310.000 volt talán, na arra nem szántam 310.000-et, nekem annyit nem ért meg az egy óra játék ezzel a tankkal. Ugyanis gyűjtök. Hát azért van összegem, van lionom, de most lassan meg lesz már a Panther 2. Pár ezer, 3-4 ezer van hátra belőle talán. Arra szeretném a pénzt majd rááldozni. Marad is belőle, de ilyen kis tankokra és ilyen lehetőségekre, hogy ezt most fölkvalifikáljam, nem szeretnék költeni. Úgyhogy ez igazából egy full alap legénység. De azért így is lehet használni ezeket a rakétákat. Na hát szokásomhoz szívem. Nézzük meg a pálya szélét. Elengedünk a rakétát, mi bajunk lehet belőle. Tudják, hogy van itt egy rakétás is. Fiúk, jönnek! Én is jövök, megyek, haladok. Nos. Nézzük, jók azok botok. A botot se találom, úgyhogy tök mindegy jönnek. Tök mindegy nekem. Van itt még Calliope a bandába? Ha nézem, csak megy. Van bizony az ellenfélnél. Na, az pont megtalál engem, öcsém, az egy szép harc lesz. Az egy nagyon szép harc lesz. Ugye két rakéta egymást lövi. Nézzük a már oldalra, hogy nem-e itt van valahol. Cromwell, meg fogod állni? Hát azért mondjuk te jöhetnél előrébb egy kicsivel. Rendben, mögé artisztunk, bár szerintem azt azért talán, hogy szerintem én ott csak botot láttam. De soha nem lehet tudni, jövünk előre segíteni a fiúknak. Azért a mi rakétnak, itt lesz ez a Calliope, jó van! Calliope, vagy bánat tudja mi a neved. Lényeg, hogy fossad magadból a rakétákat, nekem más nem számít. Aha, ott van, szerintem ott lesz. Target undamage. Jó, át kéne menni úgy, hogy az ellövi magát. Engem ne bántson. Gyerünk át.
Jó, ő nem tudott engem bántani. És akkor kell jobb, jót van. Nyomja a rakétánkat, mint az állat. Srácok, ha néha beakad a kép, akkor sorry. Úgy látszik, hogy ez a rakétázás azért ez egy kemény dolog. Critical hit! És nem mondod komolyan, hogy a repülőintézettel. Ó, hogy szomorodná meg te szemét. Esetleg nem akarná meghalni? Két kellőpinyó, izé gyilkolja egymást. Ó, oké, okay, csak kill assist. Mindegy, az a lényeg, hogy kivittük. Szerintem ő vissza fogja tudni azt még hozni. Hogyha ugyanúgy van, mint én, hogy nyerte mára. Vagy erre az egy órácskáról. Órácskáról. Na, valaki megy be a bére, gyerünk akkor a part. Ó, ott van egy... Ott van egy tökinger, azt megtámadjuk. Van még rengeteg rakétánk, srácok. Annyit... Tehát mire valaki megtölti az ágyúját, én addig kilövök szintén 10 rakétát, ha nem többet. Rengeteget. Borzasztóan szórja ki magából ez a cuccot. Na nézzük, ott jön, igen. Egy E1-es. Csak egy E1-es. Hát, figyeljetek. Megyünk tovább, mert... át a másik szikla mögé, mert ha valaki jön itt a part végén, spawnról, akkor... nekem csúnya végem lesz. PZ4G, a srácok már rendezik, ahogy látom. Adják neki az olmot, ott jön. T-34. Jó, menjünk ki a pálya szélére. Abból vagyunk, szerintem nem lehet. Így ide ki. Úgy. Jó, a Bond most ölték meg. Nem, kell itt még lennie. Gyere, 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 gyere. Gyere, gyere. Yeah! Fucking destroyed! Na, visszajössz értem, kis csávó. Itt a haverod is. Nézzük már meg, hogy hol van. Nézzünk már ki egy izé van. Ja, rosszabb ez. Aha, értem. Így, ha a távcsinézetben vagyok, akkor nem tudom aktiválni a rakétákat, ez komoly. Az úgy komoly. Kaptam Artit természetesen, Calliope, mondtam, hogy vissza tudja hozni, itt is van mellettem. Itt is van mellettem a csóka. Úgyhogy ránézünk. Ránézünk mi arra a csókára. Úristen, de kurva közel volt. Addig szereljünk már meg. Ááááá, kinyomtak. Jó, hát igazából na, ettől féltem, hogy ott valaki ki fog jönni. Majdnem meg tudtam ölni a Calliope itt. Nem sikerült. Azért nem volt ez rossz. Nagyon feeling ez a tank, nagyon komolyan tudja szórni a rakétákat, csak hát ügyesen kell vele játszani, mert lényegében azért ez egy... csak egy Sherman, ami tud... Elvegyük is kellőszert a fenébe, nem is kell az. Szóval ez így, csak egy Sherman, ami tudja magából kifele ontani a cuccot. Úgyhogy azért valamilyen szinten vigyázni kell rá. Mert könnyen belövik. De ahogy látom, mindenki igazából a testet lövöldözi. Na, ott például mi van? Hát az a másik, hogy céloznátok mondjuk az ágyúval, de szeretnétek lőni mondjuk a rakétával is, az már annyira durván nem egyszerű szerintem. Valentine van ott szembe, jó, hát ezt elhibáztad. Megpróbálok én rád lőni a rakétáimmal. Azt lenne jó tudni, hogy hova csapódnak be. Valentine kiment, jó, akkor azt közben kilőtték a fiúk.
Az ott mi? Az ott nem tudjuk mi hirtelen. Su-76M. Érjünk be az A pontra. Segítsünk, szupportoljuk a tímet. Úgy látom, hogy ez a meccs ez már a milyenkét. Ezt szerintem ők már nem hoznák vissza. Ezt innen már nem fogják visszahozni szerintem. Megyünk is gyorsan az ára, hogy tudjuk segíteni a csapatot. Kicsit oldalról, mert ha valaki megtámadná itt a brigádot, akkor nem szeretnék szembe lenni vele. Valahova egy artit esetleg, fiúk. Semmi? Aha, és akkor ez nyomja ki a izét. Aha, jó. Hát ugyanaz a gomb nyomja ki a rakétát, hogy megállapítottam az imént, mint a, ami a bombázót hívja be nekem. Azt a gombot nem kell nyomkodni. Vagy ha bombázót hívok be, akkor olyan helyre kell fordulni, ahol nincs ellenfél, mert véletlenül kicsattintom aztán. Aha, meg is vagyunk az A pontra, mehet az arti. Igaz, hogy ott van két emberünk, de nem jelent semmit. Most egy okos domonkos. Föl kéne menni az árad, de gyorsan, amíg nem jönnek oldalról. Menj, 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 kicsim, menj, menj, menj. Lá, 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 lá. Ne jöjjenek oldalról, senki ne jöjjön oldalról. El akarom intézni az állat tankot, gyorsan berassolni. Rassassass, target anti-mitzi, jó, akkor az semmi baj nem lett tőle. Menj, 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 kicsim, menj, 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 menj. Menj, 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 nem, 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 húzunk bombázót. Aha, mint látom, van itt más is, ó, onnan is jönnek. Roger that. Kezdésnek mondjuk azt kéne ott kilökni. Ez csak egy Su-76M. Mondjuk az az akkorát ütni, hogy nekem ne legyen jó. Följövünk szépen ide, és visszahúzzuk, és közben megpróbáljuk kicsapni őket. Aha, látom, ott van a légvédelmünk. Nagyon jó, itt jön, és akkor a Su-76 az mit csinált? Megállt itt. Semmi gond, milyen a pont. Ha van esze a Su-76-nak, akkor... Fuck you! Fuck you, bitches! Grand Unit destroyed! Jön itt valami. Jön itt valami. Kurvára jön. Szépen ijedjél csak meg tőlem. Nő. Hagyd csak szépen a tetejét. Jaj, egy virbelvind. Az nekem nagyon nem jó. Meg kell szerelnem, mert ez kicsin áll, öcsém. Gyorsan meg kell szerelnem, nem tudok lőni a rakétákkal. Megnyertük! Így is jó. Nos, srácok, ha már megnéztük eme bizonyos tankot kettő darab arcade meccsbe, akkor most nézzük meg, hogy mit tud Realistic Battle-be. Legalábbis próbáljuk ki. Remélem, hogy valamilyen szinten itt is tudunk érvényesülni vele. Ugye arcade-ban van a célzás rásegítő, hát most őszintén ez az a rakétákra igazából nem nagyon vonatkozik, mert ott valahogy ki kell tapasztalni, vagy egy mákos lövés, vagy valahogy ki kell tapasztalni azt, hogy mennyire kell fölé célozni. Mert ugye elméletesen árkádban is a magának az ágyúnak adja meg a segítséget a noob kereszt, nem a rakétáknak. No, de se baj, haladjunk előre. Menjünk be a pontra. Nem is megyünk be a pontra, én próbálok oldalról az A-nak a jobb oldaláról artfire. Ez kellett, mint egy falat kenyér. Én nem is tudom, hogy a fenébe tud valaki ide artizni. Hogy lát ilyen messzire? Inkább így mondanám. Menjünk közelebb inkább, és nézzünk rá az ellenfélnek a segére. Próbálok valakit kinyomni a rakétával itt is. Nagyon örülnék neki, hogyha sikerülne. Ilyen szempontból a rakétázásnál nem azt nem szorozom, mondom, hogy árkád vagy realisztik. Itt meg kell oldani azt, hogy összejöjjön minden a maga módján. Nagyon nem látok ismerősöket. Ú, de viszont van benne egy komplet klán ellenünk négyen. Na őket nem szeretném velem szembe meglátni, mert cseréljünk lőszert. Szóval őket nem szeretném meglátni, mert ők kicsinálnak egyre. Tehát ott nem lesz kérdés. Kipekszem. Viszont mi foglaljuk a pontot? Aminek nagyon örülök, ami becsületes. De a srácok beszaladtak egyből a pontra. Na már most, akkor nekünk kéne kerülni. Azt látom, hogy ott vannak, úgyhogy oda megy egy arti segítségnek a fiúknak. Nekem kerülni kéne.
Hát jó, maradok itt, nem megyek lejjebb. Nem megyünk át a túloldalra se, pedig átmehetnénk. Csak én most nem mesterlövészkedni akarok, hanem rakétázni. Így próbálom úgy össze variálni a dolgokat. Lehet, hogy nagyon picit várnom kéne, mert csúnya vége lesz ennek, megmondom őszintén. Na de itt van velem egy másik Sherman, egy M4A1-es, majd ő megy előre, remélem, és akkor az jó lesz mindenkinek. Volokolamsk, mai pályán vagyunk? Azon. Volokolamsk. Egy pontos, viszonylag egyszerű dolgunk van. Viszonylag, idézőjelbe. Mert nem kell sokfele figyelni elméletiségben. Na most az lehet, hogyha valaki megkerül minket innen oldalról, akkor kimegy az a ház mögé, ama ház mögé, ami ott van szembe. Azt szeretném elkerülni. Abban nem szeretnék belefutni. Vagyis, hogy nem a ház mögé, csak a vasúti kocsik mögé, amit elvileg ugye át tudunk lőni. Ágyúval biztos. Legalábbis Stalingrádon szokott működni. Hát mondjuk ott a kocsi alatt is átlevünk, amilyen szint különbség van. Nos, lássuk, hogy itt jön-e valaki. Ott bizony jön valaki. Ott bizony jön valaki, fiúk. Ott is van. Target undamage. Na, itt vannak már rögtön hárman. Amilyen rohadt nagy mákon van, biztos, hogy ezt a klánt kaptam meg, srácok. Amilyen rohadt nagy mákon van, biztos, hogy belefutottam a klámba. Amilyen rohadt nagy mákon van, kaptam is egyet. Tehát igazából eltalálták a rakétáimat. Az ágyúval tudok lőni, tehát mondjuk ha letámadna most a fiú, mert ő úgy gondolná, hogy... hogy megtámad, akkor én mondjuk én most ágyúval meg tudnám még oldani ezt a problematikát. Mint látszik az indikátoron is a rakétáknak a... Aha, de viszont itt fog jönni szépen oldalról nekünk az a T-30. Ott is van. Jó, sejtem. Itt fog jönni nekünk az a T-34-es. Ups, upsi-dupsi. Most van baj, szerintem. Itt is jön a másik. Jön a spanya. Ennek őszintén nagyon nem örülök. Jaj, de ott van az én emberem is. Jó van, az már lövi. Helyes. Adjál neki, tesó. Mellettem vagyok én gond, megmondom őszintén, én most attól fosok, hogy mellőlem jön az áldás, és megtámadnak. De én most neki megyek ennek a fiúnak itt. Ennek most én neki csapódok kőkeményen. Úgy látom, hogy a hiába viszem, tehát az ágyút az hiába visszük lefele, az attól még nem megy lefele az a rakéta. És most hol van? Ott. Jó, menni kell előre, srácok, mert úgy néz ki, hogy ez itt eltűnt előlünk. Ajajaj. Ki az Isten lő engem? Ne engem lőj már, testvérem! Azért az én kobakomat lövöd, azért ott elég nagy balhé tud lenni. Most is azt lőtték el, amit nem kéne. Na de ki? Az a T-34-es ott. Kanonbrecs! Ez az! Jó, semmi gond, én megszerelem a rakétánkat, én rakéták nélkül nem indulok neki. Vagyis, hogy lehet, hogy... De, rakétákat megszereljük gyorsan. Azonnal az izibe. Jó, pont a miénk, ez le fog menni így ez a meccs. Jó, hát nem öltünk semmit. De... Lehet még gyorsan, szerej kicsim, szerej, kérlek, szerej. Itt van fönn a jó embere. És a csáv... Ó, KV1-es kiment. Nagyszerű. Akkor még ez a T-34 van itt. Gyerünk föl. Hajjunk, hajrá. Gyerünk, hajrá. Ott is van a... Kiment az is. Ajaj, még mindig lő valaki.
Aha, jó. Yeah! Hú-hú! Lecsaplak, kecsapnak, öcsi! Hát gyere, gyere, drága cimboram! Hadd lőjelek kifele! Ra-ta-ta-ta-ta-ta! Akkor ő meghalt! Yeah! Szépen kiszétszettük! Na, a másik spanya ott fönn a dombtetőn. Vele mi lesz? Ő is jön? Na, te nem jössz már? Nem akar, nem, te már nem akarsz? Ülj az baj, hogy foglalják az at. Jó, ez nekem nem jó hír. És azzal mi van? Ez itt még él? Aha, az bizony, hogy él. Gyerekek. Az bizony, hogy él ott még. Igen, és látja is a rakétáimat. Oh my god, na a fiú, akiről beszéltem, vagyis hogy lehet érzem egy másik, de ugye az elején fostam attól, hogy megkerülnek. Hát meg is kerültek. Semmi gond nincs ezzel, azért nem olyan nehéz belőni oldalról ezt a sörmikinátort. Jaj, ma van haja a tankjának, annyira cuki. Ez a havas pályán úgy kell, mint egy falat kenyér, hallod? Mint egy falat kenyér úgy kell az ide neked, te fiú. Terünk vissza az A pontra, de van egy olyan sanda gyanúm, hogy ez innen már kurva nehéz lesz. Mert mindenki repül. Oh, az meg az egész ellenség él még. Az volt a baj, hogy berohantak. Hogy nagyon előre rohantak a fiúk, mert tök jó, hogy milyen volt a pont. És nem kellett volna minden áram mindenbe belerohanni. És most hova menjek ezzel a szarra? Hát itt már engem onnan végig látnak. Ez a baj. Előre jöttek oda, és onnantól kezdve én már végtelen vagyok. Úgy gondolom, hogy nekem itt már sok keresnivalom. Na mindegy, hát visszamegyünk, mert a becsületünkért küzdeni kell. De azért ez nekünk innentől kezdve nagyon-nagyon nehéz lesz. Azért ott volt egy STZ, egy T-34, talán 41-42, most nem is tudom, pontosan nem figyeltem. Azért az a lőszer, ami nekik van, az konkrétan szerintem egy lövésre ki kéne, hogy kapjanak. Azonban én lövök egyet ezzel a rakétával, és már is fölhívtam magamra kompletten a figyelmet is, hogy... Most konkrétan fölhívtam magam arra figyelmet. Tehát jönnek, aztán majd szépen ledarálnak. Ez van. Nem tudunk mit csinálni, srácok, mert... Konkrétan én vagyok a pályán, nézzetek meg. Ez a baj, hogy nem találtam el elsőre, és ha nem találom el elsőre, akkor így járok. Úgyhogy ez szopacs, és most rám is fordultak, közben itt vannak benn már a spawnunkon, nézzétek meg. Lényegében már a spawnt lövik, na, lőd ki, majdnem tudtam lőni, fenegye meg! Picsafüst! Jó, hát ennyi, egy emberem van, úgyhogy, jaj, de gyorsan át kéne ülni akkor lövőbe, gyerünk, siess, ezt még ki tudom lőni. Á! TPT, jó, hát az a klán, akiről az elején beszéltem. Ők összefognak négyen, azt nem fogod megfogni. Az borzasztó nehéz. Na srácok, hát ez a menet ennyi volt. Ezt hoztam össze két kill rakétával, Realistic Battle-be. Szerintem szaladjunk be egy másik meccsbe még gyorsan, ha tehetjük. Na vissza is jöttem, gyorsan talált nekünk menetet. Jungle mappen vagyunk. Úgy gondolom, hogy ez lesz az utolsó menet ezzel a tankkal, ugyanis a 13 perc volt már csak hátra belőle, itt nem is írja mi. Jaja, itt nem írja. Na, 13 perc, hogyha lényegében ezt a menetet lemegyünk, és akkor két árkát, két Realistic Battle-vel megnéztük ezt a kis tankocskát, hogy nagyjából mit tud. Hát az ágyúját nem erőltettem, srácok, mert lényegében, ahogy beszéltük is, ez egy Sherman, ezt nem fogom erőltetni. Sherman szerintem már lassan mindenkinek van, 4-3-as tank, az nem egy nagy.
nem egy nagy tír, ez már szinte mindenkinek meg lehet. Úgyhogy, itt is itt van egy hajas baba. Érdekes, hogy veszik meg ezeket a bokrokat a tankokra. Srácok, oké, most már 1000 meg 2000-be kerül, amikor az elején volt ilyen 500, és akkor mondták is, hogy most akciós, gyertek, most vegyétek. Hát persze, hogy nem vettem magamnak. A fene az, aki költ rá 500 aranyat. Nekem nem ad hozzá annyit. Biztos, hogy tök jó el tudsz vele így bújni, de ha valakinek van graf, tehát valakinek föl van húzva a grafikája, az úgyis látja, hogy honnan lesz. Látja egyszerűen a lövésnek a hatásait. A füsttől elkezdve a mindent, ő azt látni fogja innentől kezdve, úgy gondolom, hogy nem olyan bonyolult megtalálni az enemit. De hát ez van, valakinek tetszik, hadd vegyem. Valakinek van rá pénze, én azt a pénzt inkább, srácok, vesztek kettő ilyen bokrot, én ezt inkább mondjuk egy hónap prémiumra költeném, és akkor pikpak ki lehetne húzkodni a tankokat vele. Hát mindenki ahogy gondolja és ahogy érzi, úgy fogja nyilván ezt csinálni. Megint lejöttem, látjátok, teljesen a szélére, ez mondjuk most szerintem nem volt egy jó húzás. Mert középen van a pont. Na de mindegy. Ezt csináltam, most már erre jöttem, nem tudom mit tenni. Azért jöttek velem erre páran. Úgyhogy annyira nagy bajba nem kerülök szerintem, hogyha erre jövök. Találkozhatok segítő kezekkel. Ott is van egy tank. Látjuk is. Ugye azt innen megpróbáljuk szedni. Az ott egy bot lesz csak. Azt kell nekünk ott srácok ott a végébe. Ott jön. De Nashorn? Ez mi volt? Nashorn volt, mi? És már kaptam is egyet tőle? Nem, jött ott valaki más is szerintem. Igazán tudom, hogy most kilő engem onnan, de lehet, hogy ő volt az konkrétan. Csak így most ezt buktam. Tehát ennek ez ennyi. Hát itt én most nagyjából a halál fia vagyok. Úgyhogy ez van, srácok. Nincs ezzel semmi gond. Ott van már lő is, mint az állat. Lőjük mi is akkor, csak nem látom. Ennyi. Ennyi, hát mindegy. Utolsó menetnek ez nagyon nem volt jó. És az a helyzet a Realistic Battle-vel, hogy azért a Nashornak azért ketten is lőnek szemből. Viszont ahhoz képest elég jó bírja a kicsi kocsi, bum, kicsi kocsi. Még bírjad ki, ne lőjetek el még, srácok! Még én is akarok picsába pont, amikor átültem. Na jó, hát srácok, ennyi volt. Ezt elrontottam. Nagyjából lehetett rá számítani, hogy szemből lesznek ketten, csak próbáltam előrébb jönni kicsit és nézelődni. Egy Zausefhart, ezt nem láttam én szerintem, hogy talán egy Nashornt láttam, ott is van a Nashorn az Zausefhart mellett, igen. Hopp, nem! Jó! Van egy Chaffing! Hát na, hogy bevisszük! Hát az a minimum! Elmenjünk a pontra? Nem, elmegyünk a pontra, srácok, mert le kéne hozni a partit. Úgyhogy én most szépen ide fogok artizni. Nagyon remélem, hogy a sajátjaimat nem fogom ellőni. Mert ha igen, akkor bátran lenubozhattok. Mert meg is érdemlem. Csak próbáltam arra a részre ereszteni az artit, ahonnan jönnek fel a srácaimra, ahogy látom, hogy onnan oldalról. Úgyhogy nézzük is innen meg, hogy ottan bal-e az valaki. Teljesen poénból oda fogok lőni. Nincs is ott senki természetesen. Úgy látom, hogy a fiúk kicsinálták őket. Egyek a pontra, nincs mese. Egész jól állunk ahhoz képest, akkor a többiek nem sok mindent csináltak, ha én egy halállal konkrétan a harmadik helyen állok. Elég sok lévő... drága barátom, cimborám, jövök érted. Látlak! Ne is próbálj meg elbújni. Látlak. Szerintem az ott egy enemy lesz. Hogy ez a mi csapatunkból lenne valaki? Menjünk csak szépen ide föl. Menjünk csak szépen is, keressük meg. Nem, az enemy lesz szerintem. De hol lő? Nem innen, hanem a magasabbikról. Jó. Föl, nézd föl. Jobb. Hova mész? Itt nézel ott. Itt van valaki fönt. Mondjuk a csefézik kurvára nem egy erős tank, úgyhogy engem lehet, hogy kicsinálnak egyre. Az meghalt. Jó, az meghalt. Akkor most kéne jobbra fölnézni, fiúk.
itt lesznek jobb oldalt. Szerintem. Ki kéne használni a gyorsaságát a Chaffingnek. És meglehetősen gyors tankocskáról beszélgetünk. Már lényegében most mihez képest ugye. Mert... aha, bum, kaptam is egy valamit. Próbálok előjében, hogy ne lássanak rám, feltétlen balról. Azt keresném, aki innen lőtt, mert szerintem az egy enemy volt itt. Nagyon sanda gyanú. Aha, de, akkor ki is lőtték, itt volt előttem. Egy T-34. Itt volt, az bizony. Csak lement. Tehát mire én értem, addigra ő lement. Érezte, hogy nem kell ott maradni, mert jönnek érte. Jó, akkor próbáljunk meg hátrafele menni, mert szerintem mindent szakkozzák a társamat. Nem tudom, hogy ki, de megkeressük. Na, ki tudsz innen tolatni, testvérem? És nem mondod, hogy fönnök adok egy sziklában, mert nem tudsz hátra menni. Na, akkor menj előre. Csak haladják, érlek. Mennünk kéne segíteni. Teamnek, mert a meccsben semmit nem csináltunk még. Szeretnénk csinálni, de nem csináltunk semmit. Viszont vége lesz a meccsnek. Na srácok, hát igazából akkor ez a kis rakétás videó az ennyi volt. Nem egy rossz jármű, én azt mondom. Mindenképpen kilátszik a rakéta, a bárhova elbújtok. Tehát azt nem tudjátok eldugni annyira. Úgyhogy azt, amit láttátok, azért RB-ben elég sokan el is lőtték, tehát kellett is szerelnem. Mondjuk, hogyha HL-vel lőttek volna rá, akkor meg is haltam volna, nem azzal lőttek, de... így is megsérült. De ettől függetlenül, hogyha az megsérül, akkor még ágyúval tudtok lőni, hogyha nem is kezditek el azt javítani. Srácok, ez a videó ennyi lett volna. Hamarosan érkezem egy újabb videóval. 7 perc, 6 perc. Hát, az már szerintem nem lesz elég egy következő partner, megpróbálom még bevinni. Ha nem sikerülne, srácok, akkor ez a videó az ennyi volt. War Thunderre fel találkozunk a csatamezőn, szevasztok!